Sziasztok, ez még mindig Franciaország, és továbbra is a champagne lesz a téma. Továbbra is a champagne lesz a téma, ám most egy szintén a hagyományos metódust követő, de a múlt részben látott Tatonzsénél jóval kisebb mennyiségekkel operáló családi vállalkozáshoz megyek. Ezen kívül utána járok, ki volt Dom Perignon, hogyan nyomtatták a pezsgős palackok címkeit a kezdetekkor, de kipróbálom azt is, milyen karddal pezsgőt nyitni, azaz szábrázolni. A champagne borvidék legfontosabb települései a múlt részben látott Reims mellett egyértelműen Epernay, valamint a vele szomszédos Pierry. Itt kezdünk Claude Mandoa családi gazdaságában. A régió bármely szőlőültetvényét látva az a nem szakavatott szemnek is feltűnik, hogy a környezet mindenhol pazar, a dűlők lejtése szinte egyforma, a sorokat pedig mint a körzővel vonalzóan rajzolták volna meg. Yes, that's a traditional way of the culture of the vines in Champagne. We have 1 meter on the large, yes, and 1 meter on the long. And here 1.30. As you see, it's perhaps 40 centimeters, yes, from the ground. There is for the night, during the night, yeah, it's better for the maturity because the soil, the ground, gives some warmth. Hivatalosan a Chardonnay és a Pinot Noir szőlőfajták használhatók champagne készítéshez, illetve az ezen a területen éppen termő Pinot Meunier. A Pinot Meunier érdekessége, hogy önmagában nem szokták champagne készítésre használni, mert nincs akkora batchben, mint a másik két fajta. Mandoa úr viszont megcsinálta belőle a saját csúcstételét, amit később majd meg is kóstolunk. Előbb azonban kóstoljuk meg a szőlőt, nagyjából egy hónappal a szület előtti, azaz az augusztusi állapotában. I would like to taste one this, okay? I know for the tasting. That's not the period. A lot of acidity, yeah, and not at all sugar, you know? Yeah. Sugar in 50 days. It's good for the morning. It's hard to imagine. It's hard to speak. It's hard to imagine that this will be a very good champagne one day. No, but for the champagne, no, it's like the fruit has not the maturity. Mm-hmm. You know, it's water and acidity. And yeah. The sugar comes in 50 days. It begins to grow in the grapes, and during 30 days, the sugar is growing in the grapes. A mai trendeket figyelembe véve furcsa lehet, hogy a kezdetekkor a 17. században például az orosz cári udvarban az édesebb sámpány verziók voltak népszerűbbek, a finomított, vagy a fehér cukor megjelenéség ugyanis az édes íz luxusnak számított. Ekkortájt élt egyébként a fénykorát a mi tokai asszunk is, amit szintén szállítottak a világ minden tájára. Amint a 18. század közepén a cukorrépából előállított cukor terjedni kezdett és megjelentek a cukorgyárak, az édespezsgők elveszítették a jelentőségüket és a népszerűségüket, champagne-ban pedig azóta döntően csak száraz verziók készülnek. Tegyük gyorsan hozzá, a champagne termelők számára a környék adottságai miatt ez egy kifejezetten kedvező fordulat volt. A tápanyagban szegény meszes talaj ugyanis igencsak megemeli a borban lévő savakat, a 16 Celsius fok körüli átlag hőmérséklet plusz a gyakori őszi-tavaszi fagyok pedig alacsonyan tartják a cukorfokot. Mindezekből pedig az következik, hogy bizony itt savanyú a szőlő. Ha bortermelésből kellene a helyi gazdáknak megélni, ez elég sok gondot okozna. A savas alapbor viszont száraz pezsgő készítéséhez kiváló. Can you tell me the price of 1 kilogram of grapes? Between 6 and 7 euros. 6 and 7 euros? Yes. At the harvest, 1 kilogram of... For 1 kilo, when is at the harvest.
A világ egyik legdrágább italához, tehát a világ egyik legdrágább szőlőjét használják. Ha egyébként másfél kiló alapanyaggal számolunk egy üveg sámpányra vetítve, ami reális is, akkor nagyjából 10 eurót tesz ki a szőlő ára. De mi a többi? Mi kerül egy palackon 10-20 ezer forintba, vagy még ennél is többe? Nos igen, alig hanem ebben fogható meg leginkább a sámpány titok lényege. Amit a szőlőn kívül meg kell fizetni, az a több száz éves tradíció, az állandó minőség, a limitált szériák, a látott rengeteg kézimunka és persze az exakt módon még ennyire sem kifejezhető részek, mint például a brandérték, a luxusfaktor és a többi. És akkor még egyszer hangsúlyoznám, mindezt egy olyan szőlőből építették fel, ami borként nem bír túl nagy élvezeti értékkel, olyannyira nem, hogy egy legenda szerint a sámpány felfedezése is annak köszönhető, hogy a gazdák anno próbálták édesebbé tenni a borukat, a cukor hozzáadása viszont nem várt eredménnyel is járt, beindult a második erjedés, gáz képződött és megjelentek a buborékok. Így volt vagy sem, nem tudni, minden esetre tanulságos történet, ráadásul jól össze is foglalja a sámpány készítés lényegét. Az első erjedéssel keletkezik a bor, a másodikkal pedig jönnek a buborékok. A folyamatot részleteiben az előző epizódban végigvettük, így ebben az üzemben most csak a legizgalmasabb lépésre, a degorzsálásra koncentrálunk, mivel az itt nem gépiesített. A degorzsálás ugye az a pont, amikor az elhalt élesztőt a második erjedés után egy jégdugóval eltávolítják a palack nyakából. Most ezt láthatjuk ráadásul egy hatalmas palackon demonstrálva. 15 liters. Of 15 liters, and so they have to disgorge it by hand because we don't have a big machine to open it. Yeah. And so the yeast are in here in the bottle, and they have to pull out the yeast with disgorging. Okay. So it's it seems to be really exciting. Yeah. It is. Okay. Let's do. It's just like a birthday. Yeah. Yeah. Like a big party. Happy birthday! Vannak persze esetek, amikor nem akar a dugó távozni, ilyenkor veszélyes vagy nem, de rá kell egy picit segíteni. A jégdugóval a halott élesztő mellett némi folyadék is távozik, ezt pótolják likőr és bor keverékével, avagy a dozással. A folyamat normál, avagy széria méretű palackok esetében itt is gépiesített, fecskendőt csak az ilyen nagyobb méretű üvegeknél használnak. Add the liqueur, so wine and sugar into the bottle to make the liqueur d'expedition. So when you buy a champagne, you know if it's dosé at 6 grams per liter or another. And now it's 6 grams per liter for this kind of bottle. And this is the absolute big secret of every champagne producer. Yeah, exactly. Hát igen, a dozás adja meg a végső karakterét az italnak, nem csoda, hogy ennek a pontos összetétele minden pezsgőháznál 7 pecsétes titok. A dugózás van még hátra, és elkészült a champagne. Mándoá úr még megmutatta a nagyon érdekes tojás és tulipán alakú beton tartályait, amiket azért állított üzembe, mert úgy véli, ezekben még teljesebben megy végbe az erjedés, és persze búcsúzás kép még kóstoltunk is, méghozzá a ház egyik legkiválóbb pezsgőjét. A 2004-es Claude Mándoá champagne 100%-ban arról a területről származó Pinot Meunier szőlőből készült, ahol korábban beszélgettünk. Eddig egyébként csak 2 évjárat került forgalomba belőle, másfél literes magnum palackból pedig nem is itta nagyon előttem senki. You know, usually I drink champagne as an aperitif. You know, I like the French champagne with the aperitif. But for this champagne it's very special because you can keep in your glass, it can get warm and it's better and better. Like an after dinner. Before tasting, I just last question. It's pretty strange. In Hungary we use this kind of long glasses. Bubbles much more time. So, you know, I love drinking the champagne in this. I love this as an aperitif. It's very fresh. But if you want to smell the aromas of the champagne, because that's a wine, it's better to have big
big glasses and to have all the perfumes of champagne. És ha már pezsgős pohár, az is érdekes, hogy miért futnak szépen ugyanannak a pezsgőnek a buborékjai az egyik pohárban, és miért nem a másikban. Nos, a válasz szó szerint a pohárban található. Az igazi pezsgős poharak alját ugyanis ma már többnyire lézerrel megkarcolják. Ez a kis felületi hiba pedig szépen felturbozza a buborék képződést a folyadékban. És egyébként ugyanez a helyzet az igazi pezsgős palackokkal is. Please show me how to taste, because I realized that before tasting you always smile. And before every sip. Before you look at first, yes? You look. First. After looking, the nose. There is a Pinot inside, you smell the Pinot, you smell the paper. Very complex aromas. 2004, so it's not old in the glass, it's old on the paper, but not in the glass. And for me, that's a marvelous champagne. One of the better champagne I never did. Ha már az előző részben megnéztük a nagyvárosiasabb Reims-t, akkor most fedezzük fel a Champagne régió másik jelentősebb központját, a családiasabb Epernay-t is. A kisvárost csodás szőlőültetvények veszik körbe, az utcakép pedig filmdíszletbe illik a maximum két emelet magas patinás családi házaival, pláne filmdíszletbe illik a Champagne Avenue, amin a világ legnagyobb champagne házainak a képviseletei sorakoznak egymás mellett. A Moët & Chandon udvarán egyből Dom Pérignon szobra jön szembe. És hogy miért? Nos, a válasz nagyon egyszerű. A pezsgőház így tiszteleg legnevesebb márkájának a névadója előtt. Dom Pérignon egy a 17. században élt szerzetes volt, hírnevét pedig annak köszönheti, hogy nagyon sokat tett azért, hogy mára a champagne az lett, ami. Mivel itt a környéken élt és alkotott, nem csak szobra van a városban, de a sírja is Epernay-ben található, egy kis kápolnában. Itt nyugszik Dom Pérignon. Dom Pérignonnal kapcsolatban egyébként elterjedt nézet, hogy ő találta fel a pezsgőt. Ez így önmagában nem igaz, szerepe inkább abban volt, hogy megpróbálta népszerűvé tenni a közeli Versailles udvarban a nemesek által kezdetben csak félre sikerült borként kezelt buborékos italt. It's not recording, right? Ő pedig már Julie és a hatalmas kővel a kezében hatalmas kő esett le éppen a szívéről, mert azt hitte, még nem forog a kamera, pedig már forgott. Immár Epernay szomszédságában Ai-ban járunk, a Brémancourt pezsgőháznál. Ők több szempontból is különlegesek. A régió legnagyobb márkáihoz, a Moët-hez vagy a Veuve-höz hasonlóan nem saját szőlőből dolgoznak, hanem felvásárolják az általuk legjobbnak vélt alapanyagot a termelőktől, és ebből készítik a saját pezsgőiket saját brand alatt, ha úgy tetszik, saját címkével. És a már címke. A Brémancourt amellett, hogy csak Grand Cru és Premier Cru, azaz a legkiválóbb területekről származó alapanyagot vásárol fel, például attól is különleges, hogy tele van a raktáruk nyomdakövekkel. Olyanokkal, amikkel például még Dom Pérignon idejében nyomtatták a palackok címkéit. How it's work basically is that we have those stones that made from concrete that more than 3 kilos actually. So it's basically heavy. It's heavy, right? A súlya? Yeah. and so this one, for example, it's... Moët & Chandon. Exactly. It's the one we use for Moët & Chandon. Mm. So Brémancourt today actually have the largest label memory of champagne. Can you explain me the technology? Sure. So actually the technology is the following. They took the stone, they put water on it, yes. And then they put the colors in order to press the paper on the stone. They put the stone, the colors, the paper, and they press everything in order to print it. And so how it was made. It's the ancestor of the serigraphy, the modern serigraphy. Can we say that all the champagne houses had their own stone? Exactly. Here at the time. At the time, they each one have their single stones. So it means at that time there were
8,000? Yeah, more than 8,000, exactly. This. Actually, there's not 8,000 maisons, but they have, for several ones, different labels. Ah, I understand. But we have more than 8,000 different labels. This is a treasure. Why? From Mercier. Well, this is actually a memory of the one of the oldest labels of Mercier Champagne. So, and we are the only one to have it. Yeah, this one is really heavy actually. This is, for example, what we can see, it's only bottles of champagnes, but it's for testings. We can test the different colors with this one. This is very, very workers in the press had to be Yeah, at the end of the day, they was very trained people actually. Do we have something to tell now? Or No, I think it's like, just say like this. Julie, what options do you have to do with this sword, for example? For example, I can just cut your head. Amilyen tradicionálisnak számítanak a nyomdakövek, legalább olyan régi tradíciókat őriz a szabrázs is. Julie nem sokára bemutatja, mi az, és ha minden jól megy, nem az én nyakamon, hanem az üvegnyakán. It's oldest tradition in Champagne in order to celebrate a good news actually. So we use the sabre, which is this, and we just go with the bottles and sabre it. So we call it. So you open the bottle. So we open the bottle of champagne just with this, but we can do it with the glass actually, or with and another element. With everything. With everything actually. The technique? So the technique here, it's that you have a line here on the glass. Yeah. So you have to follow this line in order to pop the bottle, okay? So let's go. Ooh. Let's try that. So I will do this and then I will follow the line and try. Yeah, I'm a little bit emotional. Hát nem csoda, hogy Julie meghatódott. A szabrás szokása ugyanis nagyon régi időkre nyúlik vissza. Állítólag Napóleon tisztjei terjesztették el, akik rendszerint az oldalukon csüngő kard segítségével nyitogatták a sámpányt a főúri összejöveteleken. Annak ellenére egyébként, hogy talán mindenkinek a konyak ugrik be róla elsőre, Napóleon is hatalmas sámpány kedvelő volt. Egy legenda szerint például minden csatája előtt meglátogatta gyerekkori sámpányi barátját, Jeremy Moët pezsgő kereskedőt, a mai Moët Chandon pezsgőház egyik névadóját, hogy egy pezsgő szállítmánnyal indulhasson a csatába. Állítólag egyetlen alkalommal mulasztotta csak el feltankolni a készleteket, és ezért súlyos árat fizetett. Az ominózus csata ugyanis Waterloo-i csata néven vonult be a történelembe. Manapság már csak bemutatókon alkalmazzák a szabrást, és a pezsgő nyakát előre lefagyasztják a nagyobb feszültség miatt, ugyanis könnyebb a kivitelezés. Ennek ellenére gyakorlott segítő nélkül még azt se próbálja meg, akinek netán van otthon egy szabjája, mert nagyon veszélyes is lehet. Nekem szerencsére voltak segítőim itt, úgyhogy megpróbáltam. Uff. Your turn now. Amúgy rohadtul izgulok. Everything gonna be alright. I need to find the line. Yes. Where is it? I don't know. Looking for. She's here. Put your finger here. Here? Yeah. Mm-hmm. And just cut and. Yeah. Yeah! Jó volt! Bravo! Okay, so cheers! Cheers! Santé in French! What's your feeling? Feel the sabrage. Yeah, and the good energy. And the Brimonco Galaxy energy. Jó,
itt a vége. Illetve dehogy van itt vége, mielőtt befejezzük, nézzétek meg, hogyan szábrázol egy profi. Gergő nagyon sokat tett azért, hogy ez a sámpanyi túra létrejöjjön, de legalább ilyen fontos, hogy lényegében bármivel képes pezsgőt nyitni. Először is nagyon fontos, hogy az üvegnek jéghidegnek kell lennie, tehát javaslom, hogy 30 perccel jeges vízbe berakni előtte. Aztán ugye hát elő lehet készíteni a palackot, én mindig azt szoktam, hogy ezt le is lehet venni ezt a kupakot a tetejéről, de hogy meglegyen az ajándék az egésznek, én itt csak így rá szoktam tekerni a tetejét, mert így egybe tartja az egész üveget. És innentől kezdve pedig el lehet dönteni, hogy az ember a klasszikus módszerrel megkeresi, van egy ilyen pontocska, előveszi a csatabárgyát, amivel ezt ki szeretné nyitni, és ilyenkor lejti, az a legjobb az egészbe. Tehát, hogyha az ember ki szeretné nyitni ugye bal kézzel, így csak végigvinni az üveg nyakán, és akkor szépen leütni az egészet. Ezt csinálják általában, hogyha szábrázsról beszélgetünk, mert this is the szábr, ez a kard. Na most a kardot az ember véletlenül elejtette, hogy én az előbb, belállt a földbe, nem gond, mert az embernél van pohár is, és akkor a pohárnak a talpával egy ilyen mozdulat, tehát így megtalálja, hogy egyenes legyen, fogja, mondom, leüti, és kitölti egyből a poharat az ember a kezébe. Szábrázs! Még egy szábrás szertifikéttel is meglepett Zsüli, úgyhogy már tényleg csak annyi maradt, hogy lezárásképpen beszúrjak még a végére pár érdekességet, például 14. Lajosról. Ha már Napóleon neve előkerült, akkor az övé sem maradjon ki. A napkirály is természetesen champagne fanatikus volt, állítólag akkora, hogy a Versailles udvarban miatta terjedtek el a pezsgős reggelik, de az ő rendeletei alapján szabályozták először a pezsgős palack űrtartalmát és súlyát, és ő rendelte el azt is, hogy a szemsérülések elkerülése végett a pezsgős dugót 3 szából font kötéllel kell az üveghez rögzíteni. Később pedig, mint az előző részben ezt már tudjuk, az élesfogú rágcsálók miatt a kötelet aztán felváltotta a fémkosár. Magyarországra egyébként, mint oly sok minden akkor tájt, Széchenyi révén került az ital, ám mivel sámpánynak az eredet védelem miatt idehaza nem lehetett nevezni, új nevet kellett találni. Az akkor tájt amúgy is meglehetősen aktív nyelvújítók akcióba léptek és pezsgőnek nevezték el a buborékos italt. Ebben a két epizódban és ebben a közel egy órában próbáltam a legtöbbet visszaadni azokból a hatásokból, amik a Champagne régióban töltött napjaim alatt értek. Mindenkinek csak ajánlani tudom, próbálja, aki kóstolja meg valamelyik típust, nem fogja megbánni, aki pedig igazán el akar merülni az életérzésben, az vegye célbe a Champagne régiót, és csodás tájakkal, csodás ételekkel, csodás borokkal találkozhat, és persze olyan remek karakterekkel, mint amilyen például Zsüli. Itt kell csapni, krep. Ah. Never seen gonna be okay. Please, if I die, then finish the show, okay? Yeah, no problem. See you next week. A videóm a bor és más támogatásával készült.